Jól éreztem magam, eredménytől függetlenül. Tudtam, hogy azért nehéz lesz, mert ugye rég játszottam meccset is, meg tét meccset, meg pláne, ugye augusztusban tavaly. Számítottam arra, hogy a mérkőzés elején is lesznek problémáim, ami mégis azzal függ össze, hogy sokat nem játszottam, és ugye meccsen szenvedek. De úgy éreztem, hogy így belerázottam a mérkőzésbe, és ugye mondanám azt is, hogy a meccs lefolyását követően is meg tudtam volna játszani, mert én belerültem is, és élveztem volna tennére, hogy ugye nem sikerült nyernünk. Nem következő mérkőzéseken tudunk változtatni. Ugye még csak pár napja hivatalos a szerződtetésed, mennyire sikerült megismerkedni a közeggel? Nem is azt kérdezem, hogy beilleszkedni, mert nyilván az talán még korai is lehetne. Mégis ugye két hete készülök ugye a Vasassal, ugye már két hét eleje óta. Én úgy érzem, hogy azt mondom, hogy beilleszkedtem, mert még sok fiatal játékos van, akik azt látom, hogy ők számítanak rám, számítanak a tanácsaimra és a segítségemre. Az idősebb játékosokat meg ugye régebben is velem, majdnem mindig játszottam együtt, vagy pedig, hogy inkább a válogatottban. Meg hát is sokat is játszottunk egymás ellen. Úgyhogy meg ami nagyon fontos, hogy azért szeretettel fogadtak, és mondhatom azt, hogy sikerült a beilleszkedés.